Nyitva lesz a pünkösdi hétvégén, ez az Orfőjét terem, hirdeti a tábla. A tulajdonos azt mondja, nehéz időszak van mögöttük a koronavírus járvány miatt. Ez a járványhelyzet itt egy kicsit átalakította a környező vendéglátóegységeknek az üzemelését. Mi csak az elmúlt két hétvégén voltunk nyitva. Nem panaszkodhatok, mert voltak vendégek, amikor kicsit jobban kisütött a nap, akkor azért megmozdult a város, viszont a forgalmunk azért a felére visszaesett, szerintem még az emberek tartanak ettől a helyzettől, és azért inkább a nyári szezonra tartogatják a fennmaradó keretet. Bíznak abban, hogy a pünkösdi hétvégén már jobb forgalmuk lesz, illetve a következő két hónapban robbanásszerűen beindul a vendégforgalom, mondja a tulajdonos. A baranyai település polgármesterét telefonon értük el. Azt mondja, nem lesz lezárt terület, a járványügyi ajánlások betartásával várnak mindenkit. Az Orfői tavisstrandunk pünkösd hétvégére megnyit, a szabadvízi fürdőhelyeket már jó időben a tiszti orvosi szolgálattal egyeztetve átnéztük, vízmintát vettek, a víz mint a megfelelő. Kint voltak, megnézték, hogy jók azok az ajánlások, amit tettünk, tehát mindenhol ki van plakátolva, hogy milyen távolságra kell egymástól helyezkedni. A Malom Múzeumban túrákat vezetnek már, a medvehagymaházunk is ugye nem nyithat még ki, de külső programokkal várja az érdeklődőket. Korábban a pécsi tósétányt zárták le, illetve a nagyobb parkolókat, mert tumultus alakult ki, mondja a polgármester. A település polgár őrei a közterületeken lesznek a pünkösdi hosszú hétvégén is. Így, hogyha kell, megkérik a turistákat a biztonsági előírások betartására, de erre még eddig nem került sor a járványügyi helyzetben a településvezető szerint. Azt tapasztalták, hogy a látogatók szabálykövetőek.